az ország szuverenitásának visszanyerése volt a tét. Így fogalmazott Kovács Vilmos a HM6 Történeti Intézet és Múzeum konferenciáján, amit a szovjet csapatok kivonulásának 30. évfordulója alkalmából rendeztek. A szakértők beszéltek egyemek mellett a kivonulás sajtó visszhangjáról és körülményeiről is. Ez a kerek évforduló, hogy kimentek, és remélhetőleg végleg kimentek. 1991. június 19-én az utolsó szovjet katona is elhagyta Magyarországot. A II. Világháború utáni megszállásról és a 30 évvel ezelőtti kivonulásról tartottak konferenciát a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban. Az ország szuverenitásának visszanyerése volt a tét 1989-90-91-es években, amit az akkori politikai és katonai vezetés sikeresen levezényelt. A szovjet csapatok elhagyták az ország területét, ez meghatározza az ország életében. A meghívott előadók bemutatták, hogy milyen tárgyalások zajlottak a felek között, és hogy miért kellett Magyarországnak fizetni, hogy a szovjet csapatok itt állomásozzanak. Továbbá a megszállás jogszerűségét is megvitatták. Az egy újdonság lehet a konferencia, amit egyébként vannak, akik már elfogadnak vagy ismernek, hogy vajon milyen jogalapon állomásoztak itt Magyarországon a szovjet csapatok, és nem is arra gondolok, hogy 1957 után, hanem mondjuk az osztrák államszerződés és 1955-57 között, tehát 1955 és 57 között vajon legitim módon voltak itt, mert ezek is már más képet adhat arról, hogy 1956-ban volt-e háború két ország között. A konferencián elhangzottakról később egy kötetet is kiadnak majd a szervezők.